Szabó Tamás, a Szekszárdi Ügyvédi Kamara elnöke ismertette, a legutóbbi elnökségi ülés rendkívüli volt, hiszen 1957 óta még soha nem vett részt ilyen eseményen igazságügyi miniszter és a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke sem. Egy rendkívüli, ünnepi elnökségi ülést tartott a Szekszárdi Ügyvédi Kamara elnöksége az előbb, amelyen részt vett Tuzson Bence igazságügyi miniszter úr, Havasi Dezső a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, illetőleg a Szekszárdi Ügyvédi Kamarának az elnöksége. 1957 óta van önálló ügyvédi kamara Tolna megyében, a Tolna megyei ügyvédek 1957 óta váltak le a Pécsi Ügyvédi Kamarától, ahol 1875 óta voltak tagok. Havasi Dezső, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke azt mondta, konstruktív, jó hangulatú beszélgetést folytattak le az elnökségi ülésen. A helyi problémák mellett általános országos ügyvéd kérdéseket is fölvetettek, a kirendelésekkel kapcsolatos, illetve szakértői kérdésekkel foglalkoztunk, és ugye a miniszter úrra egy nagyon jó konzultáció volt. Tuzson Bence igazságügyi miniszter Szekszárdon többek között a Nemzeti Kártya programot ért Európai Uniós kritikákra is reagált. Először is, ha a magyar kártyáról beszélünk, akkor pontosan tisztázunk el is, hogy miről van szó. Ugye arról van szó, hogy valakik egyszerűsített módon, de nem nemzetbiztonsági ellenőrzés nélkül vállalhatnak Magyarországon munkát. Tehát aki ide bejön, és függetlenül attól egyébként, hogy honnan jön, de hogyha valamilyen kockázatos helyről jön, akkor persze sokkal mélyebb ellenőrzés mentén, tehát nemzetbiztonsági ellenőrzés mentén jöhet be az országba. Most ami a problémát jelentette, hogy Oroszországból is, Fehéroroszországból is jönnek emberek, most itt összesen Magyarországon körülbelül 3-4 ezer emberről van szó, ellentétben mondjuk Németországgal, ahol 300 ezer ember dolgozik, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy vihar a biliben, nincs semmilyen látnivaló ebben a kérdésben. Magyarország a nemzetbiztonságot, és ezen keresztül pedig az Európai Unió biztonságát folyamatosan garantálja. A Szekszárdi Ügyvédi Kamara elnökségi ülését követően rendezték meg a Tolna vármegyei jogásznapot a Vármegyeházán.